reggeli nap álmosan tekint be az ablakon, sugaraival simogat, míg én szinte alszom. Betölti a konyhát meleg fényében, s megcsillan a kezemben lévő bögrében. Én csak ülök álmosan az asztal mellett, és a kanalat a kezembe veszem, miközben majd lekúkad a fejem, hogy megkeverjem vele isteni nedűmet. Eme barna dívát, magát a tökéletességet, mint ez a vékony falú porcelán poháreit, s mi már a puszta jelenlétével derűsebbé teszi a reggelemet. Zemán Éva saját az alkalomhoz leginkább időversével fizetett kávéjáért. A kezdeményezésnek láthatóan idén is nagy volt a sikere. Egyre másra érkeztek a költészet, no és a kávé barátai, hogy elhelyezzék az aktuális alkotást a kihelyezett versfalon. Hát igazából azért írok verseket, mert mindig is tetszettek, hogy a költők kifejezik önmagukat, és így nem teljesen konkrétan írják le az érzelmeiket, hanem egy kicsit átvitt értelemben. És azért pont a kávéről írtam, mert a kávé ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mindenki át tud érezni, és mégis egy ilyen teljesen más hatással van az emberre, mint bármelyik másik ital. A gyakorlóiskolások komplett produkcióval álltak elő, megfejelve azzal a szolgáltatással, hogy verset lehetett üzenni, vagy verset küldeni. Hűnevelőim, Dunán túli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok. Nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek, hogy égig emeltek. Kihalt a város, csendesedni, leple alatt úszik a partinak. Itt járt Mészői Miklós, Garai János, és itt járt Baka. Régi házban versenyző Babics, Liszt zongorázik a Augustin. Az oktatásunkban benne van a vers, oktatásunkban és nevelésünkben, de azért a gyerekek hétköznapjában én azt látom, hogy egyre kevésbé. És itt nagyon nagy szerepe van a szülőknek, és nagyon nagy szerepe van a nevelési oktatási intézményeknek. A mi iskolánkban nagyon nagy gondot fordítunk erre, és a költészet napját azt mindig úgy próbáljuk megtartani, ha lehet ezt mondani, vagy megünnepelni, inkább ez a jó kifejezés, hogy nem csak magunkban, hanem a városnak is szeretnénk valamit nyújtani. Éppen ezért közintézményeket felkeresünk ezen a napon, sőt olyanokat is vállalunk, egyéni kívánságokat, hogy valaki szeretne verset küldeni valakinek, valaki másnak, a munkahelyére, és akkor oda elmegyünk, és az illetőnek elmondjuk a verset. Ez idén van először. A közintézmények látogatását azt már több éve folytatjuk. Hallottuk a rádióban, hogyha hozunk verset, akkor kapunk ingyen kávét. Talán elolvas mindenki nap, mai nap folyamán egy verset. Az már valami. József Attila, csöndes estéli Zsolt. Ó, Uram, nem bírom rimbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom Zsoltáromat, de ha nem akarod, ne hallgass meg szabad. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem értem, minek fú, mikor én szomorú vagyok. Nekem egész kis korom óta, hát így a mindennapoknak a létezéséhez szerves részét képezi. Tehát nekem mindig benne van a szívemben egy versidézet, amit az aktuális időszakra így a magamének tudok, és így mindig magammal hordozom a mindennapokban. Remélem, hogy sokan kapnak ettől ihletet, vagy bármit, ami miatt esetleg jobban odafordulnak, mert szerintem emberek írták embereknek, és hát mindig van valami mondani valója is plusztad. Igenis, a versnek van egyfajta felemelő érzete és egyfajta közösség teremtő szerepe is, és ebből a szempontból az a kezdeményezés, ami néhány évvel ezelőtt indult el, hogy fizess
verssel a kávédét, az nagyszerű kezdeményezés, és lehetőséget biztosít arra, hogy egy kicsit a verssel irányítsuk a figyelmet. Talán az utóbbi időben mondhatjuk azt, hogy elfelejtettünk verset olvasni, és tulajdonképpen ez egy nap azért arról is szól, hogy erre egy kicsit újra visszatérjünk erre az útra, és egyre inkább értékeljük azokat a verseket, amelyeket nagyszerű magyar költőink írtak, hiszen a világirodalom remekei közé tartoznak azok a magyar versek is, és különös tekintettel pedig büszkék vagyunk azokra a szekszárdi költőkre, akik itt fejtették ki tevékenységüket, itt lettek ismertek. Én is például egy Baka István verset hoztam egyébként, a Képeslap 1965-ből című verset. Ez azért is érdekes, mert a születési évben 1965, és Mészöly Miklósra írta ezt a Képeslapot.